Üdvözöllek! Legyen y vesző x mínusz 2xyx egyenlő 1, y a nulla helyen egyenlő 1. Számítsuk ki az y megoldást közelítő polinomot az x a negyediken s tagig. Ez alatt azt értjük, hogy meghatározzuk az y negyedfokú Taylor polinomját az origó körül. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, ugye szükségünk van az y0-ra, az y-vesző0-ra, STB. y0-t azt megadták. Az y-vesző0-t úgy tudjuk megkapni, hogy a differenciál egyenletbe x helyében 0-át írunk, elvégezzük a számolást, és azt kapjuk, hogy y-vesző a 0 helyen egyenlő 1. Szükségünk van az y-második deriváltjára a 0-ban. Ehhez a differenciál egyenletet deriváljuk, ennek köszönhetően meg fog jelenni az y két vesző x, amint az az alábbi egyenletben is látható. És akkor már nincs más teendőnk, mint x helyében nullát írni, ez a középső rész, ez x egyenlő nulla miatt le fog nullázódni, y null egyenlő 1, és ezért kapjuk, hogy y második derivált a nulla helyen, az 2. És akkor ezt kell folytatnunk, tehát ezt az egyenletet kell tovább deriválnunk. Ezt az összefüggést kapjuk, megint x helyében nullát fogunk írni, ez a rész lenullázódik, és akkor megkapjuk, hogy az y3 vesző a nulla helyen, az 4y vesző a nulla helyen. Amiből, tehát ugye azt kapjuk, felhasználva, hogy y vesző a nulla helyen egyenlő 1, hogy y harmadik derivált a nulla helyen az 4. Még egyszer ezt folytatjuk. A negyedik deriváltra ez az összefüggés igaz. X helyébe nullát írunk, akkor ez ugye nulla lesz. Y két vesző a nulla helyen az 2, ennek a hatszorosa van. Átvisszük a másik oldalra, és megkapjuk, hogy y negyedik derivált a nullában, az 12. Ugye a negyedfokú Taylor polinom az így néz ki, és az előbb kiszámoltuk a deriváltat, második, harmadik, negyedik deriváltat a nullában, az y nullában meg volt adva, akkor azt ide be kell helyettesíteni, és megkapjuk az yx megoldás közelítő negyedfokú polinomot.